Üdvözlet mindenkinek, itt az infobabel.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy hol tart a társadalmi vagy szociális kreditrendszer Kínában. Egy érdekes videót találtam a Facebookon, illetve utána néztem néhány cikkben, hogy mi az, amire Magyarországra eljutott ezzel kapcsolatban. Mielőtt megtennénk ezt, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Már lassan hozzászokunk ahhoz, hogy ami néhány évtizeddel ezelőtt még futurisztikus volt, vagy tudományos fantasztikum, az már a valóságá vált, vagy legalábbis elérhető valóságá változott amiről úgy gondolkodunk, hogy a közeljövőben semmi akadálya nem lesz annak, hogy megvalósuljon. És ez az, ami történik Kínában ezzel a szociális kreditrendszerrel. Feltételezem, hogy ez nem újdonság senkinek. Mielőtt nekivágnánk ennek a videónak, még fejben a figyelmet két filmre. Az egyik ezek közül az In Time, vagy Lopott Idő magyarul, Justin Timberlake főszereplésével, ahol az emberiség egy új korszakba lép, és az időt használja, mint fizetőeszközt. Amennyire ez úgy tűnik, hogy valamiféle science fiction film, egyáltalán nem az, hogyha belegondolunk abba, hogy mindenki dolgozik, azért pénzt kap, majd aztán azzal a pénzzel fizet. A pénz az csak egy közvetítő eszköz, de az idő tulajdonképpen amivel mi fizetünk, és az időnket áldozzuk a rendszerre és a rendszernek, annak érdekében, hogy megszerezzük azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyeket fontosnak tartunk, azok reprezentálják, hogy mi az, ami a bensőnkben uralkodik, hisz az ember arra költi a pénzét, más szóval az idejét, ami számára fontos, arra áldozza azt. A többség persze mit sem sejt erről az egész koncepcióról, és feltételezem, hogy sokan, akik majd hallgatják vagy nézik ezt a videót, szintén nem gondolkodtak még ezen így. De értse meg mindenki, hogy az életünket áldozzuk föl a rendszernek, ugyanis a pénz, amit megszerzünk, az az időnk, és az idő végső soron az élet ideje az embernek hogy mindenki bölcsen válogassa meg azt, hogy hol dolgozik, mit csinál, és aztán még fontosabb, hogy mi az, amire költi azt a pénzt, amit megszerzett, ugyanis minden vásárlással, minden tranzakcióval kinyilvánítja azt, hogy mi az, ami a benseiben van, ami áldozza az ember a pénzét, arra áldozza az idejét, másként arra áldozza az életét. Így szemlélvén ez a film nem is annyira elrugaszkodott a valóságtól, csak egyszerűen a közvetítő eszközt kivonták a forgalomból, és helyette találtak valamilyen digitális módszert arra, hogy az időt számon tartsák. De lényegében pénzről van szó, csak ebben az esetben időnek hívják azt. Nem azt akarom javasolni, vagy sugalmazni, hogy valaki hagyja abba, vagy bárki hagyja abba a munkát, és aztán üljön otthon inkább, mint hogy az idejét áldozza erre. Viszont a világ megváltozott is, régebben az emberek közvetlen, és aztán közvetlenebb kapcsolatban voltak a munkájuknak a végeredményével és a gyümölcsével, mikor mezőgazdaságból, aztán később még talán mikor iparból éltek, akkor is dolgozott az ember, látta a termést, tudta, hogy ami dolgozik, annak ez a végeredménye. Azonban manapság az ember csak dolgozik és nem, hogy nem látja a végeredményét, hanem legtöbb esetben nincs is értelme annak, amit csinál, hisz a szolgáltatásoknak egy jelentős része az értelmetlen hiába valóság. Az egyetlen dolog, amit lát a munkája eredményeként, az a pénz, és így évtizedek során lehetett az emberiséget kondicionálni arra, hogy ez valami fontos dolog, ez az, amiért érdemes élni és dolgozni. Még az én javaslatom illetve az, az, amit én próbálok sugalmazni az, hogy az élet sokkal kielégítőbb, hogyha látjuk fizikálisan a munkánknak az eredményét, és a pénz az csak annak egyfajta jutalma. Azt is értem, hogy egy fodrász is látja a munkájának az eredményét, de valljuk be őszintén, a fodrász munkája az nagy részt értelmetlen, hiába valóság. Hasonlatosan több tucat, hanem száz másik ez mérten talán még értelmetlenebb szolgáltatásokhoz, mint például a műkörmös, vagy a szolárium szalon. És vége hossza nem lenne a felsorolásnak. Nem azt mondom, hogy ezeknek az embereknek nincs értelme az életüknek, meg ez hasonló. Hát csak fontosabbal is tölthetni az ember az idejét, mint hogy egy szolárium szalomba ücsörög, aztán nézegeti, hogy ki hogy barnul le. Van egy másik film azonban, amit még szintén érdemes megemlíteni, ez a Minority Report, vagy a különvélemény Tom Cruise-zal. 2002-ből, 2054-ben játszódik ez a film, amikor is három különleges képességgel megáldott. Azt hiszem, hogy emberek ezek az előre jelzik a jövőt. Ez egyfajta pre-crime, vagy bűn előrejelző rendszer, amikor is még meg nem történt eseményeket a rendszer már képes ugye megjeleníteni az akkori jelenben, ennek esik áldozatul a főhős, aztán valahogy kimászik ebből a slamasztikából, de ez a rendszer, ez egyáltalán nem science fiction mára, ahogyan írja azt a cbr.com, ahol úgy fogalmaznak, hogy a különvélemény vélemény megjósolta a jövőt, amelyikben mi most élünk. És Steven Spielbergről azt írják, hogy ez egy brilliáns vízió volt ez a film, ugyanis leírta azt a jövőt, amiben élünk, és ami felé száguldunk. Mindazok a dolgok, illetve számos azok közül, amiket láthatunk ebben a filmben, azok már a valóságá váltak, mint például a gépi tanulás módszerrel, ugye személy szerint válogatott reklámok többek között. Ők persze úgy fejezik be, hogy tudat alatt ez a film tükrözte azt, ami felé száguld az emberiség, de ez egyáltalán nem tudat alatt van mint ahogy azt valószínűleg már mindenki tudja ezekből a videókból, hanem így jelzik előre nekünk, hogy mi az, ami várható. És akkor ha már itt tartunk, kezdjük el vizsgálni azt a videót, amiről beszéltem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon, ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.